Mit kértek? Ajak, körömtisztítás, maszk, milyen ápolás? Nagy a választék. Dima, nyugodj meg! Rengeteg a kuncsaktunk. Jól van, beírlak benneteket. Lányok, ami kuncsaft van, addig munka is. Igen, Dima, egyetértek, dolgozni kell. Figyuljanak, nem túl felfújtak az ajkaim? Nem, Diana, szerintem nem. És az enyémeim, nézd? Csak egy kicsit, hát ennyi, Jana. Munka után egy kicsit még fújok beléjük. Ó, jó napot. Diana, úgy hallom, hogy egy menő szalonod van. Lányok, mire vártok? Menjetek a kuncsaftokhoz. Menjünk munkára! Hello, mit fogunk csinálni? Gyertek be, most tökéletessé varázsolunk. Nem bánom, tegyetek vele, amit csak akartok. A bőre úgyis túl érdes. Kemény. Lányok, csináljatok a lajából menő csajt. Gyertek be! Lányok, 30 percetek van rá. Gyorsabban, a többi kuncsaft hamarosan érkezik. Diana, megértetted, hogy mit szeretnék? Szívalakú ajkakat. Jaja, ne félj, minden tökéletes lesz. Nem fog fájni? Nem fog fájni, szépek lesznek, a te bőröd pedig csillogó és puha. Diana, ez meg mi? Jaja, ne beszélj, ez érzéstelenítő. Miért ilyen hideg? Ettől nem lesz kemény a bőröd. Mondom, nincs szabad időpontunk. Csak a következő hétre írhatlak be. Jana, javítsd meg Artyom maszkját, leesett. Oké, menedzser Dima. Mi esett le? Minden rendben, ez csak maszk. Jól van, hétfőre beírlak benneteket. Diana, dolgozz, még 15 perced van. Dima, a kuncsaftom érzéstelenítve van, dolgozom. Rendben, Diana. Haló? Sajnos minden foglalt, legközelebb csak jövő héten írhatlak be. Asztal, ez tökéletes. Ha minden héten felrakod ezt a maszkot, tökéletes bőröd lesz. De hogy állnak az új ajkak? Ez nagyon jó. Jaja, készen állsz? Nézd, milyen szépséget faragtam belőled. Mit tettél az én jajámmal? Artyom, mi a gond? Menő csajt akartál? Hát tessék! Artyom, neked nem tetszik? Emberek, később elmondjátok a véleményeteket. Siessetek, fizessetek és menjetek, a kuncsaftok jönnek. Artyom, fizess te, én a szépségemtől még a pénzt sem tudom elővenni. Aha. Dima, mit gondolsz? Jaja, így rendben lesz? Artyom, jaja, szuper! Nagyon tetszik. Következő héten pedikőrre jövök, ott is ilyen hosszú körmöket szeretnék. Lehet, hogy nem kell ennyire hosszú. Dima, ha hívnak, ne válaszolj. Hogy érted ezt, Artyom? Minden kuncsaftot megbecsülünk. Nos, mehetsz. Artyom, indulunk? Ezt meg kell mutatom a barátnőimnek. Diana, láttad Lyalát? Szörnyen néz ki. Igen, Jana, olyan, mint valami horror figura. Szép körmöket akartam neki csinálni, kicsiket, mint az enyém, de ő hosszabbakat akart. Lányok, ne bántsátok, jön a következő kliens, Juli és Kostya. Hello, lányok! Én azért jöttem, hogy mindent kipróbáljak a szalomban. Maszkot is, alkakat is, bármit! A pasimat meg alakítsátok közbe szaloncukorrá! Gigi, várj, most Kostya és Juli jön! Alvas ide, Dima, mi VIP kuncsaftok vagyunk, nem várunk sort. Nem akarunk Gigivel dolgozni. Ha nem tetszik neki, valami szét is verheti a szalont. Dima, ne félj, megoldjuk. Én Gigivel dolgozom. Gigi, gyere ide. Patrik, te meg gyere ide. Gyönyörű körmöket szeretnék, manökel lábakat és olyan feleket, mint Kim Kardashiannak. Mi nem csinálunk popókat, mi csak kozmetikusok vagyunk. A legjobbat szeretni mindenből, mindennek tetszenie kell, amit csináltok. Nagyon remélem, hogy elég pénzük van erre. Diana, mondd meg Janának, hogy ne ronts el az én gyigyimet. Patrik, ne félj, Jana profi. Na, kezdjük. Kezdjük az érzéstelenítéssel. Semmit sem fogsz érezni. Mi ez, amit adsz? Büdös és ragadós. Ugyan, Patrik, nem büdös. Ananász illata van. Svájci a legdrágább maszk a világon. Fúj, takony! Ez nem fúj, takony. Ez ananászos csiganyál. Haló? Hogy érted, hogy a körmöd leesett? Figyelj, ha a körmöd leesett, te vagy a hibás. A mi körmeink nem esnek le, mi rendeset csinálunk. Diana, segíts, csak leesünk, nagyon kényes. Nyugalom, Patrik, segítek Janának. Diana és Jana, segítsetek! Dima, mi a gond? A mi kliensünk körmei letörtek. Ha még több panasz jön, ki vagy rúgva? Dima, ne feledd, hogy a szalon az én házamban van. Micsoda? Letörtek a körmei? Ha az én körmeim letörnek,
kicsinállak benneteket, komolyan mondom! Gigi, ne mocorogj! Különben minden szétesik. Diana, semmi sem esett le rólam! Figyelj, Patrik! Csak maszkod van, semmi sem fog leesni! Lányok, megmondtam! Gigi, ne sírj! Ez csak a köröm hosszabbítása! Diana, érzem a taknyot a fejemben! Megőrültél? Az agyad helyén van takony, ez egy remek maszk! Itt van, kész is van! Lányok, jönnek a következő kuncsaftok! Kostya, fizetsz nekem? Persze, Julinak tekercs kell. Kostya, nem vagyok dőnerkeba. Gyere be, ne szégyenlősködj! Gigi, készen is vagy! Tökéletes lánynak érzem magam végre! Jaj, lányok! Gigi, ez te vagy? Patrik, hisz te ragyogsz! Ennyi, menjetek! A következő kuncsaftok már jönnek is! Nagy választékunk van! Menjünk, Patrik! Gigi, veled meg mi lett? Túl sok a procedúra, Julia. Neked csak egy tekercs kellett. Hé, Patrik, Gigi, fizessetek! Lányok, nekem jobbot csináljatok, mint Gigi-nek, és tekercset is. Rendben, gyere ide. Na, kezdjük. Persze. Na, add ide. Ó, Kostya, szevasz, kérsz maszkot? Vagy arctisztítást, vagy tekercsezést? Nem, én itt megpihenek. Minden pénz Juli tekercsezésére költök. Kostya! Remélem lesz elég a tekercsezésre. Aztán nehéz volt elvenni a pénzt. Patrik is Gigi nagyon zsugarik. Julia, ne mozogj, ez csak érzéstelenítő. A legnehezebb kivárni a sort. Szemek, szempillák, körmök, orr, állkapocs. Juli, ha túlzásba viszed, nem fogok többé szeretni. Kostya, gyönyörű leszek. Ő egy istennő. Miss Univerzum 2020. Lányok, siessetek, gyorsabban! Be kell fejeznünk még 4 kuncsaftot ma. Nincs idő. Dima, ne kiabálj! Készek vagyunk. Kostya, nézd Juliát! Azta, menő! Juli, mutasd meg neki a szépségedet. Nézzük, miért fizetek. Kostya, hálás vagyok, hogy elhoztál. Annyira szép lettem. Figyeljetek, Dima, Diana, Jana, fizetni fogtok ezért? Kostya, van valami gond? Nézd meg Júliát, milyen gyönyörű lett! Igen, Kostya, mi a gond? Kostya, ne durcáskodj! Mi megcsináltuk a munkánkat. Fizess! Nem fogok ezért fizetni. Kostya! Júlia, szakítani fogok veled, nem akarok ilyen majmokkal járni, mint te. Kostya! Lányok, nem értem, mi nincs velem rendben? Júlia, tényleg nagyon szép vagy. Kostya, nem ért a szépséghez. Csend, várjatok! Később megbeszéljük. Juli, fizess! Kostyának van pénze, de ő ott hagyott. Nem tudok fizetni. Kapd el Kostyát és mondd meg neki, hogyha nem fizeti, ki velem gyűlik meg a baja. De szakított velem. Nézd, Dimára. Igen, nagyon fura. Mostantól hajcsárkodni fog. Dolgozz! Mire vársz még? Takaríts ki mindent, a kuncsaftok érkeznek. Pár napon belül veszek egy Lamborghinit. Rendben, Dima! Jól van, Dima, igenis! Gigi, ki bántott meg? Ők voltak azok! Maruska, Artyom, Gigi, miért sírtok? Mit akartok csinálni? Gigi, tudtam, hogy nem kell vele dolgoznom. Skacok, gyertek be! Látjátok? Jövök már! Mit műveltetek ezzel a szegény gyerekkel? Mi lett az ajkaival? És a körmeivel? Mindenki rajtam nevet! Gigi, eljöttél a haverjaiddal a pénzedért? Tessék! Gigi, te kértél meg minket erre! Megtettük, amit akartál. Gigi, mennyit fizettél? Nem én fizettem, hanem Patrik! Nem érdekes, Patrik fizetett, mi pedig elviszük a pénzt. 16 000 fizettünk ezért! Mi? Milyen 16 000? Patrik 300 forintot adott. Srácok, az ott az Patrik pénze, a leges legnagyobb köteg. Elvisszük. Nem adom. Dima, add vissza a pénzt a rosszul végzett munka miatt. Hát nem látjátok? Szomorú a gyerek, és ráadásul mindenki rajta nevet. Figyeljetek, tudom, hogy hogy oldjuk meg. Jövő héten kijavítjuk Gigi szemöldökét, és manikűrt kap. Ingyen! És kötözést is kap. És epilálást is. Gigi, mit választasz? Tudom, mit választok, a pénzt! Nem halljátok, a pénzt! És ha nem adjuk, akkor mi van? Hogy mi van? Hát felhívjuk Gigi szüleit! Kicsinálnak benneteket, mind! Dima, azt hiszem, vissza kell adnunk a pénzt. De Gigi nem jöhet többé ide! Igen, felrakjuk a nevét a fekete listára, ő a legrosszabb kuncsa. Jól van, lányok, visszaadom nekik a pénzt, de le fogom vonni a tiétekből.
az ördögbe. Semmit sem kerestünk. Gigi, soha többé nem akarlak látni. Dima, hagyd már békén, nem is leszek veled egy helyen, sehol. No, ez nem is rossz. Most megyünk is, veszünk egy kis Balenciágát, Gucci-t és a legfontosabb Chanel-t. Lányok, gyerünk, munkára fel. Sziasztok. Viszlát, és több kuncsaftatok nem lesz. Gigivel mindig csak a baj van. Srácok, láttátok? A lányok túltolták a műszépséggel. Milyen szépséget szerettek jobban, a természetest vagy a műt? Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőcskét, találkozunk! Sziasztok! Sziasztok! Semmi természetes szépség, munkára fel!